Szépen beasztál, szépen egy lassú kentre. Lehet, hogy bepróbálkozik, hogy húz egy kicsit, de hát sárikával el van. Hogy mehetsz is. És tudod, itt majd a vége, ennek kifordulsz itt balra és haza. Jó. Vannak ott előtted, azok menjenek ki, ott azok a nagyon trappolnak körbe. Na ne engedd, hogy elkapjon ott a kanyarba. Szép lassan. Egy megérkezett, Gizike drága. Nem értik meg ezt a pályába, trappónak nem jó. Senkinek. Trapp, van annyi lehetőség. De miért nem itt mennek kör? Ha nagyon mennek, ó, hát miért nem itt mennek? A gyöpenet, olyan csodálatos. Jó, akkor érkezik Liszted. Ő is meg lesz. Érkezik aztán majd Bencus, Folti Dagi és Jazzy. Na jó, ezek is itt vannak. Jó van, így jó. Második csak az a minimál überke csak. Éppen, hogy kényelmesen. Igen, Gizike egynél kiszáll, így van. Lassan vagy? Lassan, aha, hát te is első körben, hát majd ott látod, hát remélem, hogy lassan. Ja. Hát egy kör, és akkor egy meg ez a plusz 200 méter, kész. Egy meg a második, egy minimálka, überkede is, csak minimál. Jó rá ez a izé, orzó? Hol? Hát, nincs az a meleg, nem mondom. Jó ébresztőd volt reggel, drágám? Nagyon. Na látod. Mindenben van. Tehát van itt Bencus, Dagi, Folti, Jazzike. Mehettek. Mozgasd az ujjad, lábad. Vér folyjon bennetek. Na igen. Jó, aztán pörgök a következőnél, itt meg leszünk, ugye Red már lelovagolva, Mark az lelovagolva. Majd lesz még a vége fele, úgy mint tegnap, mondd a nevét. Arabika, majd, ugyanúgy csinálom tegnap. És akkor fővonulunk szerintem. Aztán kitaláljuk föntről is, hogy mi, hogyan. Jó. Most nem tudom, mit mondott a lányom, most idegbeteg vagyok, hogy most jön a Gizire lelobagolni, vagy mégsem, és akkor ne, ezt majd délután akkor találnak ki. Imádom őt, szeretem, de tudom, hogy nagyon akarják, de hát iskola. Na merre van Gizike? Arról ott nem félek, jókezű gyerek. Csodálatosan jön vele. Nehezen rakták rá a transzit, hát nincs itt a Sárin. De aztán utána el van vele. Imádja ezt a lovat, hogy úgy eladtam volna már, esküszöm, és volt rá vevőm is. De hát... Tökéletes Rolikám. Szia drága Sárikám, ahogy nézel, itt van Gizikéd. Tökéletes! Jó! Nem, nehogy megállj, nem áll meg. Minek szólok bele, tudja a dolgát a szegényke. Nem hallja, csak félik, hogy mit mondtam. Lehet, hogy fő tartson, ne tartson, mit akarok. Hát tökéletes. De ennek a baromnak, ha esze lenne, hát ügyes kölök, kidolgozza a szemüket. Csak, ja. És ügyes is ráadásul. Na jó, Gizike megvan. Jó, szolidálok velük. Én is itt kim vagyok a hideg, mert nem egy szobából vezénylek nekik. Úgyhogy nyugi, lovagolt a mínusz 25 fok, morvai hegyekbe, favúz, fölfele, sűvített a szél. Azt a kurva eget, mi volt ott. Mínusz 25, soha nem felejtem el, 84 tele. Jaja, úgyhogy nekem nem kell bemutatni az időjárást, hogy könnyű dumálni lentről, meg egyebek. Végig jártam, bár most tehetném meg, akkor az azt jelenti, hogy fiatalabb vagyok. De sajnos nem. Ugyanez a tempó, nem kell több. Jó, Liszted, Tilu, Gizike sétál hazafelé, itt meg jönni kell lassan a négynek, remélhetőleg. Igen, elő is bukkant. Egy, kettő, három, négy, megvannak.
Az ebbe megy ebbe a sambóba, hogy ez hiába mondja Lindus. Nagyon jó keze van Lindának, de azért nem könnyű eset, mert menne mindig az a nagy kanca. Hatalmas kanca lett. Bencus, Dagi, Folti, aha, ez meg nagyon élet. Éledezik ez a nagy lány. Ez van. Kicsit trappolnak, ajde. Gizike megy haza, Liszter. Jön még egyet a Liszteria. Na majd Jazzike megy a télire, aztán megfogja egy kicsikét a homok. Azt hiszem. De ne körök ki, tele. Három szó van ki, akkor is bakozik, nyűszít. Olyan energia van ebbe a kancába. Eszméletlen. Na megjött egy aszpiráns. Liszter papus. Második kör. Mindjárt vége, ennyi is. Kb. 3004. Socper. Tökéletes. Úgy a tempó, úgy a mozgás. És ha jól látom, nem azok, nem az ennyi meg még ott. Van ott egy brigád, de azok többet mennek hátrafele, mint előre, szanaszét. És enyémek megjönnek. Hát én nem tudom. Jó, enyémek is megjelentek. Bence, Dagi, Foltos, Shiny. Ettől se teszi magát le ettől a melótól, hát én nem tudom. Vagy nagyon jól lesz, vagy nem tudom, hogy csak elmegy pár száz métert, ki tudja még egyenlőre. Hogy nagyon szeret menni, az biztos. Hülyeséget mondok, hogy nem Dózi akart így menni mindig. Esküszöm. Örökké. Na. Ügyes vagy, Lindám. Jól van. Korrigálta szépen, hogy nem balra van a feje, most én ami kicsit inkább jobbra, hál' Istennek. Tehát magyarul kiegyenesítette egy pindurkát, sőt, elég jól. Mindig ki volt véve a bal fele, és úgy menekült. Jó, egy menekülő lónál, húzós lónál nem könnyű. De ügyesen abszolválta szerintem a Linduskánk. Na jó, lerakom, mert szétfagyott itt mindenem.